Referencia iskolájává avatta Polgár Judit a Kosztolányi Dezső általános iskolát. Szeptember utolsó szombatján szüreti hangulatú családi napot tartottak a Kosztolányi iskolában. Ennek keretében írt alá Polgár Judit világhírű sakkozó az együttműködési megállapodást arról, hogy az intézmény a Sakkpalota program referencia iskolája lett. A Kosztolányiban működő programot nem olyan régen Közös tér című műsorunkban mutattuk be. Több mint 150 iskola van, amiről tudunk, aki használta a Sakkpalotát, még az ez évi kezdés előtt voltak ezek a számok. Több mint 10 referenciaiskolánk van. A referenciaiskolákat azoknak adjuk meg ezt a titulust és a lehetőséget, akik legalább úgy használják a programot, ahogy mi elképzeltük, talán egy kicsit jobban, és aktívan be tudják mutatni a környező iskoláknak, környező pedagógusoknak. A Sakkpalota az egy képességfejlesztő pedagógiai program, ami keresztantárgyasan bele vannak építve azok a matematikai, olvasási, kézügyességi, finommotorikai elemek. Van sakkmesénk, zenénk, versünk. Sakkpalota az nagyon részletesen, a lakói neveik vannak, a palotának van 4 évszaka, tehát nagyon összefüggéseiben szeretnénk átadni a gyerekeknek azokat az információkat a sakkon keresztül, a sakk alapszabályain keresztül, amit az életben nagyon sokféleképpen fognak tudni hasznosítani, hogy összefüggéseiben lássák a dolgokat, nem csak a sakkpalotán belül, hanem azt a ismeretet, amit elsajátítanak, amit megtanulnak, amit megélnek kreatívan és élménydúsan, sikerélménnyel, azt más területeken is tudják majd hasznosítani. Mindenféleképp szeretném külön választani a Sakkpalota programot, és az, hogy valakiből nagyon nagy sakkozó legyen, mert maga a program az egy iskolai osztályon belüli keretekhez van igazítva, ahol a gyerekeket összekovácsoljuk, hangoljuk úgy, hogy minél jobban és hatékonyabban tudjanak dolgozni együtt. Ameddig ahhoz, hogy valaki nagy eredményeket érjen el, aztán bármibe, de a sakkba kifejezetten, ott nagyon fontos a szülői háttér, az oktatók, a tanárok, a fanatizmusa a gyereknek, és az a nagyon nagy kitartás, ami évek vagy évtizedes munka.